Kemence a Malomvölgyi parkerdőben, a pécsiek és a környékbeliek egyik kedvenc pihenőhelyén ezzel az újabb attrakcióval várják a kirándulókat, akik mostantól szabadtéri kemencés sütéssel tehetik még tartalmasabbá az itt töltött időt. A Malomvölgyben a legújabb attrakció az egy kemence, amelyet egy cég ajánlott fel nekünk, akiknek ezúton is köszönjük szépen. Ha a kemence szabad, akkor igazából bárki használhatja, hagyományos módon a természetben lehet sütni, főzni. Ez a tevékenységhez mindenképpen ajánlott egy tálcát magunkkal hozni. A tűzifát azt viszont társaságunk biztosítja, a kollégáim folyamatosan figyelik a készletet, hogyha ez fogyóban lenne, akkor azt természetesen pótoljuk. Nem sokára egy információs tábla is kikerül majd a kemence mellé, melyen a használatáról olvashatnak majd az érdeklődők. Ez az ajándékba kapott kemence mintegy 290 ezer forintba kerül, legalábbis a neten ilyen áron található ez a modell. A pécsi városüzemeltetési cég a Malomvölgyben több beruházást is végzett. Ez a játszótér is az újdonságok közé tartozik, valamint lecserélték az elhasználódott asztalokat, padokat. Egy kiránduló szerint ez most Pécs legjobb parkja a játszótérrel együtt. Fantasztikus, szerintem a város legjobb játszótere. Na, máshol is megcsinálták, nagyon szépen megcsinálták ezeket a bálványokat a halmintákkal. Láttam, hogy így csináltak egy épített tűzhelyet a sok kör alakú tűzhely mellé. Úgy tudom, hogy folyamatban van egy közösségi házépítés, ott már a villanyszerelésnél tartanak. Nagyon örülök neki, hogyha másra nem, erre Pécsen jutott pénz. Nagyon szép ez a park, kiemelkedő, nagyon tetszik. Ami 2021-ben indult Pintér János Park megújítási program keretében hozták rendbe, illetve fejlesztették a Malomvölgyi tó körüli pihenőhelyeket, sétányokat, valamint építették ezt a játszóteret, amit tavasszal adtak át. A Városüzemeltetési Társaság felújította a zsírosdombi kilátót, tavaly biztonságosá tették a kökény felüli tó melletti fahidat, illetve a tavak élővilágát bemutató halas tanösvényt is kialakítottak. A legújabb elem pedig az ajándékba kapott szabadtéri kemence felállítása volt a területen.